Margit hercegnő a II. Erzsébet királynő huga volt, ha úgy tetszik a tartaléka akinek noha az életét számtalan botrán nyövezte, a nővérét és a monarchiát sosem árulta el, valamint mélyen megvetette azokat, akik akár csak információ marzsákat és a sajtónak arról, hogy a királyi családban zárt mögött pontosan mi zajlik. Madrid fiatal korában az éjszaka királynője volt, és egészen a haláláig gyakran szerepelt a bolvárlapok címlapján a változatosokok miatt. Nővére második Erzsébet tökéletes ellentéte volt. Ő volt a modern -kori királyi család első lázadója, vadóca, akinek a magánéletét sajnos nem kerülték el az tragédiák sem. Ebben a videóban Margit herceg nő életét igyekszem teljes egészében bemutatni. Túl a legismertebb életszakaszán a Peter Townsend repülőezdedessel meghiúsult házasságán. Margaret Rose Windsor 1930. augusztus 21-én reggel 9 óra született a skóciai Glamis kastélyban az akkori Albert, Yorki herceg és felesége Elizabeth Bowes Lyon második gyermekeként. Akinek érdekes lehet, a születési képlete alapján oroszlán nap, Rákhold és Kos volt. A Glamis kastély egyébként az édesanyja családjának ősi otthona volt, valamint az 1600-as évek óta ő volt az első egyenesági trondrökös, aki Skóciában született, noha azt akkor még nem sejtették, hogy a családatronhoz így közelkerülése ténylegesen megtörténhet a pillanatában negyedik volt a trónöröklési sorban édesapja által, aki később hatodik György néven lépett róla 1936. decemberében, miután 8. Edward lemondott a az amerikai, kétszeresen elvált nő Wallis Simpson miatt. A kis hercegnő születésének regisztrációja jó néhány napot csúszott, ugyanis ezzel akarták elkerülni, hogy az közösség regiszterében a 13-as szám alatt jegyezzék be Margit világra jöttét. A kislányt a szülei Anne Margaretnek szerették volna nevezni, Erzsébet királyné, a kisebbi anyakirályné ezt egy, a Mária királynének küldött levelében ki is fejtette, hogy az Anne of York remekül hangzik, csak úgy, mint az Elizabeth és Anne, azonban ezt a névkombinációt 5. György király megvétózta, de az alternatívát elfogadta, így a Margaret Rose nevet kapta a keresztségben, a családja körében pedig Margónak szólították. A Yorkiak a tökéletes családképét alkották a népszemében, fiatal szülők két gyermekkel, azonban a szájra kaptak olyan plegykák, hogy a kis Margit hercegnő süket és néma, mely találgatások csak a nagybátyja, György Kenti herceg 1934-es esküvén oszlottak el, amikor Margit is megjelent. Erzsébet és Margit idejében még tartotta magát a palotában az a felfogás, hogy a királyi sarjaknak teljesen elegendő az otthoni oktatás, főként a lányoknak, nem is beszélve azokról a lányokról, akik nem közvetlen trónrökösök. Mária királyné fontosnak tartotta a rendes oktatást, azonban Erzsébet királyné úgy reagált, hogy nem tudja, hogy mire gondolhat, végtére is őt, a későbbi anyakirálynét, és a nővéreit is nevelőnök tanították, és mégis jól mentek férjhez, egyikük nagyon is jól. Itt pedig megjegyezném, hogy az 1930-as évekről van szó, a Buckingham palotában még mindig a viktoriánus kori szokások gyakorlatok uralkodtak, a benne nyűsgő emberek pedig mindebben a korban nőttek fel, tehát hiába hunyt el Európa nagymamája akkor már közel 30 éve, Közeledve a II. világháborúhoz még mindig a viktoriánuskori normák és értékek voltak jelen. Ezzel az időszakról egyébként a hercegnők akkor is kót nevelőnője, Marion Crawford, akit csak Rófinak hívtak, később írt egy könyvet is, The Little Princesses, The Story of the Queen's Childhood by Her Nanny címmel, mely 1950-ben jelent meg, gyakorlatilag nem sokkal azután, hogy Margit Hercegnő oktatása befejeződött. Ezzel kapcsolatosan a királyi család igencsak dühös volt, az anyakirálynél levelet is írt Klófinak, hogy ne írjon cikkeket vagy akár könyvet a királyi családról, hiszen egy mélyen bizalmi pozícióban volt alkalmazott náluk. A kötet megjelent, Krofinava pedig ezután gyakorlatilag szó lett a királyi családban, a társaságból kiközösítették, és a korábban élethozték neki ígért Nottingham Cottage-ból is kitették. A nevelőnő később visszatért Skóciába, Aberdeenben azon az utcakaszon vett házat, ahol a királyi család halad el. A elkastélyba tartva azonban sem a királynő, sem a királyi család más tagja nem beszélt vele soha többet az 1988-as haláláig. A nevelőnő mindent tőle telhetőt megtett a kis hercegnők oktatása kapcsán, Erről az időszaktal, egyébként jó szívvel ajánlom Andrew Martin könyvét, mely Erzsébet és Margit címmel jelent meg magyarul, melynek fő a két hercegnő gyermekkorán, és a testvérek közti dinamikán van, később pedig inkább Margitra csúszik el benne a figyelem. A könyv alapján Margit hercegnő közel sem volt buta, sőt, igenis jó képességei voltak, azonban nem engedték ezeket a képességeket fejleszteni, részben mert a nővére a trónörökös kapott nagyobb figyelmet, a részben pedig, mert a két kislány természete gyakorlatilag tűz és víz volt, a fegyelmezett Erzsébet mellett a móka kedvelő és csintalan Margitot, a személyisége miatt nem igazán gondolták úgy, hogy komolyabban is érdekelheti az oktatás, noha már kislányként is megmutatkozott, hogy igen éles észre rendelkezik. A kötet alapján olyan érzésem van, hogy ő azért tudatta a felnőttekkel, később pedig az érdeklődése inkább a zene és a művészetek felé fordult, nem pedig a materiálisabb tudományok felé, noha szívesen részt vett volna az Eton professzor által tartott alkotmányogi órákon, melyet a nővére tanult, de azzal utasította el a királyi háztartás, hogy neki nem szükségesek ezek az ismeretek, hiszen belőle nem lesz királynő. Később Margit hercegnő feldúltan beszélt arról, hogy nagy szívfájdalma volt nem csak az iskola, hanem a megfelelő oktatás hiánya is. Ezzel kapcsolatban pedig az édesanyja időskodában arról beszélt egy barátjának, hogy megbánta, hogy nem küldte a lányait a rendes iskolába, és csak nevelőnőt alkalmazott, de szerinte az is lehetséges, hogy 5. György király ragaszkodott inkább ehhez. 5. György azonban 1936. januárjában Margit 5 éves korában elhunyt, így véleményem szerint lett volna lehetőség korrigálni ezeken az iránymutatásokon, és mai szemmel természetesen feletté furcsa is ez az egész történet, de itt visszautalnék a korábbiakra, Viktoriánus normák tartották magukat a viktoriánus korban nevelkedett emberektől, a 19. században pedig egyáltalán nem volt általános vagy bevett gyakorlat, hogy a lányok is minőségi oktatásban részesüljenek, még ha a családjuknak lett is volna rá pénze. Madrid hercegnő, noha nagyvilági életet élt, élete végéig igyekezett szélesíteni a látókörét, például amikor már idősebb korában kiállításokon, galériákban vagy múzeumokban járt. Mindig feljegyezte a neki tetsző művek nevét, illetve az azokról alkotott gondolatait, hogy később utánuk nézhessen, és többet tudjon meg róluk. Itt pedig adódhat a kérdés, hogy milyen volt Erzsébet és Margit a gyermekként. A társadalmi rangjuktól szokatlan, mert már normális, vagy hétköznapi a gyermekkor jutott nekik, a kortkülönbség egészen kicsi, négy év volt a két kislány között, Krofi pedig úgy fogalmazott, hogy két teljesen normális és egészséges kislány voltak. Természetesen volt közöttük némi rivalizálás, sőt a testvér Hatz is, a nevelőnő szerint a kis Erzsébet balegyenese volt gyors, míg Margit inkább a közelhatszat kedvelte, és alkalmanként a hadapástól sem riadt vissza, de ez mindegy teljesen átlagos testvéri viszony keretein belül történt. Ettől függetlenül a nővérek ragaszkodtak egymáshoz, ami nem csak a gyermekkorukra, de egész életükre is elmondható. Margit hercegnő már egészen pici kora óta tisztában volt azzal, hogy nővérét magasabb célokra szánják, főleg az apjuk trónra kerülése -e után. A korábban már említett Elzsébet és Margit című könyv alapján olyan benyomásom volt, hogy Margit minden lehetséges eszközzel lázadt a sorsa ellen, sőt egy ponton fel is vetette, hogy mi lenne, ha a helyet cserélnének Elzsébettel. Alapvetően nem gondolom úgy, hogy Margit bárkinek is keresztbe akar tenni, sőt szerintem idővel belátta, hogy noha erősen korlátok közében szorítva az élete, mégis az ő pozíciója a lazább, és neki több lehetősége volt a helyzethez képest szabadabban élni, mint a tondatökösnek és a későbbi udalkodónak, ezt a mondhatni szabadságot pedig bőségesen ki is használta. A könyvből azonban kiderül, hogy noha Marit hercegnő sok hajmeresztő dolgot tett gyermekkorában, mindig megúszta felelősségre vonás nélkül, mert gyakorlatilag az volt az általános vélekedés, hogy szegény gyermek egész életében csak második lehet a nővére után, legalább ennyi szabadsága had legyen. Még akkor is, ha egy idő után már inkább fejfájást okoztak ezek a csintevések, mint sem váltottak ki, eleinte a személyzetből, később pedig a királyi családtagjaiból is. A két kislány sorsa 1936. december 11-én változott meg örökre, amikor édesapjuk, Albert Herceg, a családban csak Berti, 6. György néven oda lépett bátyja, David, avagy 8. kedved lemondása után. A lemondási válságként is emlegetett esemény igencsak felforgatta nem csak a monarchia, hanem a Yorki család életét is. A 10 éves Erzsébet és a 6 éves Margita szüleikkel együtt beköltöztek a Buckingham palotába, és immár közvetlen kössökként tartották őket számon. Az alapvetően elszigetelt gyermekkoruk most még ennél is magányosabbá vált, Noha Erzsébetnek lehetővé tették a csetkészkedést, amihez természetesen Margit is csatlakozott. 1937-ben alapították meg a First Buckingham Palace Brownie Packet, később Girl Guide és Sea Ranger is volt Margit hercegnő, valamint a Girl Guiding UK elnökeként szolgált 1965-től haláláig. A II. világháború kitörésekor Birkhalban a Balmoráli birtokon tartózkodtak, az 1939-es karácsonyt a Sendingham House-ban töltötték, majd pedig a Windsor kastélybe költöztek át. Alison abban az időben írt Winston Churchill a miniszterelnöknek, hogy azt javasolja, a hercegnőket Kanadába kellene elvakuálni a biztonságuk érdekében, mire az anyakirályné már már vált válasza hangzott el. A gyerekek nem mennek nélkülem én nem megyek a király nélkül, és a király sosem fogja elhagyni Nagy-Britanniát. Ez az az időszak, amikor a karácsonyi időszakban a hercegnők pantomim és színjátszó előadásokat kreáltak, az abból befolyó összeget pedig jótékony célokra ajánlották fel, valamint 1940 karácsonyán a két hercegnő a BBC Children's Hour műsorában beszéltek, az azóta híresé vált noszogatásakor hangzott el Erzsőbet-től, hogy gyerünk Margit kívánó éjszakát a gyerekeknek. Alapvetően egyébként a háború alatt Margittól, már csak a Kodamiatt miatt is, semmilyen hivatalos szolgálatot nem vártak el, ezt az időszakot ő maga inkább a tanulásra használta fel. Az éneklés és a zongorázás kapcsán tetszett nagyobb tudásra és tehetsége csiszolására. Margit Hercegnő már egészen kicsikodától kezdve bármilyen társaság középpontja volt, mindenki szinte csak rá figyelt, mindenkit megnevetetett a humorával, ami az akkori Erzsébet hercegnőnek egyáltalán nem volt ellenére, egyszer azt mondta, hogy sokkal egyszerűbb minden, amikor Margit is jelen van. Hatodik György király úgy jellemezte a lányaihoz fűződő viszonyát, hogy Erzsébet a büszkesége, Margit pedig az röme. A második világháború után a két hercegnő áruhában testődök felügyelete mellett kilógott a Buckingham palotából, és elvegyült az ünneplő tömegben. Később Margit úgy nyilatkozott erről a tapasztalatról, hogy élete egyik legszabadabb pillanata volt. 1947. február 1-én a királyi család, azaz 6. György, az anyakirályné, Erzsébet hercegnő és Margit hercegnő, akik egyébként egy megbonthatatlan egységet alkottak, és csak úgy hivatkoztak magukra, hogy mi négyen egy egy hónapos dél-afrikai állami túrára indultak, mely Margit hercegnő első külföldi utazása volt, és később azt mondta erről, hogy minden percére emlékezett. Egy kis érdekesség, ekkor hangzott el Erzsébet hercegnő híres beszéde, melyben többek között azt is kijelentette, hogy az élete legyen hosszú vagy rövid, azt a népes szolgálatának szenteli. Margit hercegnőbe pedig egy kevésbé közérdekű aspektus miatt éghetett bele ez az út, ugyanis a királyodvaronca Peter Townsend volt a személyes gardadámja, és aki akkoriban elvileg még egy elkényeztetett kislánynak tartotta a hercegnőt. 1947. november 20-án volt Erzsébet hercegnő és fülöp herceg esküvője, melyen Margit koszorús lányként vett részt. Ekkoriban 17 éves volt, de a korabeli beszámolók alapján nem csak élettel teli volt, hanem már akkor is megvolt benne az a fanyasság és gúny, mely egész életében tetten érhető volt, nem veleslak, pedig tökéletesen tisztában volt a külsejével is. A legvonzóbb ifjú hölgyként emlegették, gyakran dicsérték a kifejező és ragyogó kék szemeit, a szép évű száját, darásdereket és homokúra alakját, valamint ha akarta, meg tudta mutatni a kellemesebb természetét is. Éles eszével és remek humorával bárkit képes volt levenni a lábáról. Madrid hercegnő már ekkor sem volt ismeretlen a felsőbb társaságokban, illetve a sajtó is sűrűn cikkezett róla. Szexi Béton társasági fotós egyszer kiakadt, hogy lehetetlen róla tisztességes fényképet készíteni, mert hajnal fél hatig az éjszakai klubokban mulatja az idejét, és nem csak elfárad, hanem mélységesen unja a két órás bózolást a kamera előtt. A korábbi nevelőnőjük Marian Crawford arra is panaszkodott, hogy sok-sok partizás, barátok és csekély munka jellemzi a hercegnőt. Madrid mondja, sokaknál kicsapta a biztosítékot, leginkább azért, mert a királyi családtagjaitól nem ezt a fajta szabados életet szokták meg, Azonban, ha más nézőpontból közelítjük meg a kérdést, akkor talán érthetőbb a hercegnő akkori hozzáállása. Gyakorlatilag a gyermekkora felét felemésztette a háború, a bujkálás és a megszorítások, és mire az véget ért, a kislányból vonzó ifjú hölgy vált. azonban a békeszerződés aláírásával az élet nem tért vissza a normális kerékvágásba még évekig. Nagy-Britannia 40-es évek végén még mindig jegyrendszerrel működött, Igyekeztek a bombázások okozott károkat helyreállítani, és a közhangulat is eléggé szürke volt emetényezőket figyelembe véve. És nem csak Margit, hanem az átlagemberek persze már amennyire tehették, és igyekeztek élni, és kihasználni, hogy vége van a borzalmaknak. Király is származás ide vagy oda, Margit pont ugyanazt tette, mint sok millió más ember, csak nagyban, nagyon nagyban, luxus körülmények között. Ebben az időben figyelt fel rá, és a felső osztályba kikerülő baráti körére jobban a sajtó, a társaságot pedig de Margaret Set néven kezdték emlegetni. Minden mellett a királyi elfoglaltságai is megszaporodtak, hivatalos látogatást tett többek között Olaszországba, Svájcba és Franciaországba is, valamint számos jótékonysági szervezetet is felkerült támogatóként vagy elnökként. A királyi családtagjaként végzett munkája azonban kevésbé került be a lapokba, sokkal inkább a szerelmi életével foglalkoztak. Ebben az időszakban több angol nemessel, egy amerikai színésszel és Jugoszlávia egyik hercegével, Nikolával is hírbe hozták, utóbbi 1954-ben autóbalesetben halt meg, miközben a hercegnővel való találkozójára igyekezett. Margit hercegnő akkoriban gyakorlatilag hasonló státuszban volt, mint a hercegné néhány évtizeddel később. A világ egyik legszebb nőjének tartották, és a világ két legtöbbet fotózott hölgye között volt, a másik Elizabeth Taylor volt akkoriban. 6. György 1952. februárjában hunyt el, ekkor Margit nővére Erzsébet lépett Róra, és miközben az új Erzsébet korhajnala a friss levegő lehetőségét vetítette előre, Margit éjszakai életeire mozgalmasabbá vált. Kettejük közül Margitot emlegetik úgy, mint aki az apja kicsi lánya volt, és talán kettőjük közszorosabb is volt a kötelék, mint a király és az idősebb lánya között. Ne feledjük, a hercegnél koriban 21 éves volt, a személyes véleményem szerint a szorosan ezt követő események inkább emberiek, mint botányosak. A királyi család kapcsán sokan hajlamosak elfelejteni, hogy végső soron ők is csak emberek, és lehet, hogy mutatnak egy képet a külvilág felé, de érzéseik nekik is vannak főleg ha olyan erőteljes és letaglózó érzelmektől beszélünk, mint a gyász. Nincs két egyformán gyászoló ember, sőt minden személy elvesztése egy adott személyből is másfajta gyászreakciót válthat ki. Itt tehát abszolút nem tartom meghökkentőnek, hogy Margit még inkább belevetette magát az éjszakai életbe, a probléma inkább az, hogy hosszú távon sem tudott, vagy akart kiszállni a party girl Leamage-ből és a túlzásba vitt és alkoholfogyasztásból. Mindeközben a hercegnő életével kapcsolatosan talán leginkább köztudomású úgynevezett botrány is se nem volt, mégpedig a nála 16 évvel idősebb, két elvált Pita Townsend repülőezredessel formálódó románca. Ha Margit Hercegnőről van szó, akkor ez az időszak szerintem unásig ismételve, így ebben a videóban nem megyek bele a legapróbb részletekbe, inkább nagy vonalakban igyekszem összefoglalni az eseményeket. Noha a kapcsolatokat igyekeztek a legnagyobb titokban tartani, II. Erzsébet királynő 1953. júniusi koronázáson egy szemfeles újságíró kiszólta, hogy Margit egy szösszöpör lett Townsend egyenruhájáról, ez pedig nem csak azonnal a lapok címoldalára került, hanem egyenesen arról spekuláltak, hogy egy sokkal intimabb viszonyt sejtett. Az emberek egyébként nem botránkoztak meg a kapcsolaton, sőt, egy ponton az egyik bolvárlap szavazásra is bocsájtotta a kérdést, hogy vajon Margit hozzámenjen a férfihoz, és jelentős többségben igennel szavaztak az olvasók. A probléma inkább a királyi család volt, ugyanis az anglikán egyház tanításai szerint egy elvált személy csak akkor házasodhat újra, ha a volt házastársa elhúnyt. Townsend ex felesége pedig nagyon is életben volt. Egy másik probléma az 1772-es házassági törvény, melynek értelmében a trónutódlási sorban az első hat személynek az uralkodó, mint az anglikán egyház feje, és a parlament beleegyezését kell kérni a házasságkötéshez, ha még nem töltötte be a 25. életévét, Margit esetében pedig mire odáig jutott a dolog, hogy az alkotmányos kérdéseket is számításba vegyék, addig de tudható volt, hogy a parlament nem fog beleegyezni ebbe a házasságba. Második Erzsébet királynő ekkor azt javasolta, hogy várják meg, míg Margit betölti a 25-öt, így neki nem kell nyilvánosan helyteleníteni a házassági terveket. Townsendet 1953. júliusában brüsszeli atassének nevezték ki, ezzel pedig a pár fizikailag elszakadt egymástól. Két évvel később, 1955. október 31-én Margit Hercegnő hivatalos közleményt adott ki, melyben tudatta, hogy nem fog feleségül menni Peter Townsendhez. A köztes időben egyébként a parlament és a Buckingham palota megvitatta, hogy Margit abban az esetben mehetne feleségül a szerelméhez, ha lemondana a királyi családban betöltött szerepéről, juttatásairól, rangjáról, valamint a trónutódlási sorból is kizárnák őt, és valamennyi jövendőbeli gyermekét, és civilként élné tovább az életét. Noha a közvélemény nem csak helyeselte volna a házasságot, de egy idő után egyenesen azt firtatták, hogy mégis miért kell ezen ennyit tanácskozni, és miért nem engedik, hogy a hercegnő végre boldog legyen. A válasz nagy valószínűséggel az, hogy ekkoriban még egészen friss volt az 1936-os lemondási válság sokak emlékezetében, mely majdnem a monarchia túlélésébe került. Akkor 8. Edward a kétszeresen elvált amerikai Wally Simpson miatt mondott le a trónról, az alkotmányos válsággal a pedig nem igazán láttak különbséget egy trónra került király, és az uralkodó testvérek között, még ha utóbbi racionálisan gondolkodva soha nem lesz királynő, ugyanis a nővérének két gyermeke is volt már abban az időben. Egy másik magyarázat pedig az lehet, hogy abban az időben a királyi család még sokkal inkább egy mint a családnak, a név felett álló embereknek igyekezett magát mutatni, ebbe pedig semmilyen az imázsokon eset volt nem fért bele, ebben az esetben pedig egy elvált férfi inkább egy hatalmas, a monadja fennmaradását veszélyeztető botránynak tűnt, amivel a döntéshozók köszönték, nem kérnek. Ne felejtjük, két generációval korábban még a királyi hitves származása sem volt mindegy, utóbbi szabály pedig Madrid későbbi szerencséje, vagy inkább szerencsétlensége. Ha Madrid hercegnő életét teljes egészében nézzük, akkor körülbelül 10 évet tett ki a Peter való kapcsolata, amik titkos volt, illetve a közlemény utáni években is találkoztak még néhányszor, Azonban elég nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy ez a hercegnő életének egyik nagy tragédiája, ami nem csak nem engedte beteljesülni a boldogságát, de szerintem még vadabbá tette az életvitelét és a személyiségét is. Olvastam arról, hogy 6. György halála után, illetve látva, hogy a nővére megállapodott és két gyermekes anya, ő is hasonló stabilitást a vágyott, azonban a 20-as évei végén is bizonytalan volt, hogy megállapodik és családot alapít valaha. 1956-ban Billy Wallace eljegyezte a hercegnőt, azonban ez a kapcsolat még azelőtt véget ért, hogy az eljegyzés nyilvános bejelentéséig eljuthattak volna. Madrid 1958-ban egy vacsodapartin találkozott Anthony Armstrong Jones fotóssal, aki gyakorlatilag mindenki csak tony hívott, és aki 1959. októberében eljegyezte a hercegnőt, 1960. május 6-án pedig feleségül is vette. A férfi először jó választásnak tűnt, hasonlóan szellemes és humoros volt, mint Margit. Ráadásul ő is imádott partikra járni és éjszakai életet élni. Abban az időben a fotózás és a fotodipoterek felfotóban voltak, és egyre fontosabbnak tartották a munkájukat, habár azért még akadtak fiaskok, amikor a szükségszerű fotózást letudva mint egy nem kívánatos bogarat rúgdosták ki őket a felsőbb osztályok eseményeiről. A kezdeti időszakban csupán néhányan figyelmeztettek a kapcsolat árnyoldalára, Jocelyn Stevens, a férfi barátja, aki egyben lapkiadó is volt, nyíltan hívta fel Armstrong Jones figyelmét arra, hogy szörnyű hibát készül elkövetni. Kingsley Amis úgy fogalmazott, hogy a modern Britannia rémítő szimbóluma, hogy egy királyi hercegnő, aki az ízléstalan és bugyuta dolgokhoz vonzódik, egy kutyaképű, farmeres tucat emberhez készül hozzá menni, és egyébként egymásnak vannak teremtve. Margit hercegnő és Anthony Armstrong Jones esküvőjét a Westminster ben tartották, és az első királyi esküvő volt, melyet a televízióban élőben közvetítettek, világszerte pedig közel 300 millió ember követte az eseményeket. Margaretnak 8 koszorús lánya volt, köztük húga, Anna hercegnő, a mennyasszony pedig sógora, Fülöp herceg adta át a vőlegénynek az oltár előtt. Az esküvő után a pár hagyományoknak megfelelően megjelent a Buckingham palota erkéjén, ezután egy 6 hetes es indultak a Karibi térségbe a Britannia királyi jacht fedélzetén, majd pedig a Kensington palota egy a lakosztályába költöztek be. 1961-ben Anthony Armstrong Jones Snowdon grófjává vált, a hercegnő hivatalos titulusa pedig Madrid, Snowdon grófnéja lett. A párnak két gyermeke született, 1961. november 3-án David, aki később Linley vikampja lett, és röviden csak David Linleyként ismert, valamint 1964. május 1-én Szere, akit manapság Lady Chateau-ként ismerünk. Az Anthony Armstrong Jones-szal kötött házasság kiszélesítette Margit hercegnő társasági köreit, és az udvari és az arisztokrata körökön túl a brit celebekkel és a közéletben résztvevő egyéb szereplőkkel is kapcsolatba került, amit abban az időben úgy gondoltak, hogy a brit társasági osztályok közti határvonalat is valószínűleg elmossa. Noha a hercegnő két kisgyermek édesanyja volt, ez nem gátolta meg sem őt, sem a férjét abban, hogy az éjszakai élet csillagai legyenek, olyannyira, hogy még az amerikai lapok is cikkeztek róluk. Azonban nem sokkal a lányok születése után elkezdtek megmutatkozni a házasságuk repedései. Mindkettejüknek voltak házasságon kívüli kapcsolatai, azonban Tony még a jegyességük alatt nemzett egy gyermeket Camilla Gringlingnek, aki a férfi legjobb barátjához, Jeremy Fryhoz ment feleségül, a kislány pedig Margit és Toni nászútja alatt született meg. A féldelépések azonban kisebb szerepet játszottak, mint a két fél személyiség jegyei. Margit nem volt hozzászokva, hogy hercegnőként bárki ellent mond neki, míg Toni ragyogó és szellemes személyisége és sármiak egyetlen elhatározással és manipulációval társult, melyel bárkit meg tudott győzni, hogy pontosan azt tegye, amit ő kíván. A féldelépések is inkább Toni számlájára írhatóak, akinél a határtalan energia és az intenzív kreativitás magas libidóval társult, ez pedig azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a munka és a szex körül forgott az élete. Minden mellett akkoriban kezdett el dolgozni a Sunday Timesnak, nak ami gyakran eredményezte, hogy alig volt otthon, ha pedig mégis hazatért az egész nap egyedül lévő Margithoz, Tony a dolgozó szobájába zárkózott be, ahonnan a hercegnőt elküldte, ha azt próbált némi időt a férjével tölteni. A házas a vidéki saját rezidencia kérdésében sem tudott megegyezni, Tony az Old House nevű, nem túl nagy nyugat szexi ingatlant, ami a plegykek szerint kísértet járt a hely is, szerette volna vidéki otthonnak hívni, míg Margit a királynőtől kapott berkshire háza házzal lett volna elégedett, mely lényegesen közelebb lett volna a családjához. Margit és Toni kapcsolata, illetve a félrelépéseik folyamatosan az újságok címlapjain virítottak, a hercegnő a 70-es évek elejétől pedig gyakran keresett menedéket a Mystic szigetén fekvő vilájában, mely híres volt arról, hogy gyakran tartottak ott bohém és hedonista partikat. Talán nem csoda, hogy Margit minden lehetőséget kihasználta a menekvésre, ugyanis a Tonival való házasság ez naponta már nem csak a drogokkal, alkohollal és a bizarr viselkedéssel fordott össze, hanem azzal is, hogy ki tudja jobban bántani a másikat. Armstrong Jones például úgynevezett dolgok, amiket utálok benned, jegyzeteket hagyott a Margit által olvasott könyvek lapjai között. A házaspár a 70-es évek elején külön költözött, és 1973. szeptemberében ismerkedett meg Margit Rodillivel Lénkertésszel, aki 17 éve volt fiatalabb nála. Sajnos ez a kapcsolat sem volt túlságosan egészséges, egy alkalommal a Dodi hirtelen elutazott Mysticről, amit Margit annyira a szívére vett, hogy túladagolta az ajtatót, amit azzal magyarázott, hogy csak aludni szeretett volna. Miután felépült, az udvarhölgyei igyekeztek tőle távol tartani Tonit, attól félve, hogy a férje jelenléte csak rontana az egyébként sem rózsás helyzeten. 1976. februárjában az egyik bolvárlap egy fürdőruhás képet között Margitról és Rodidól, a hozzá kapcsolódó pedig a hercegnőt ragadozó idősebb nőként írták le, míg a szeretőjét Toyboy Lover, azaz játékfiú szeretőként jellemezték. 1976 tavaszán a királynő legmagasabb rangú tanácsadói felkeresték a miniszterelnököt, Harold wilson hogy van egy kis probléma, mégpedig, hogy a királynő húgának 16 éves házassága romokban hever. Wilson azzal a tervel állt elő, hogy egy ideje egyébként is tervezte már a lemondását, így az ő bejelentése után egy-két nappal kellene a Buckingham palotának bejelenteni ezt Nordon grófjának és grófnéjának vállását, a politikai bukás pedig szinte biztosan túl a vállási híreket. A miniszterelnök nem is tévedhetett volna nagyobbat, ugyanis a március 19-én közzétett közlemény nem csak az összes brit lap címoldalára került fel, de világszerte vezető híré vált. Noha Wilson segítőkész volt, ekkoriban jó néhány parlamenti képviselő kezdett kampányolni amellett, hogy Margitot távolítsák el az úgynevezett civil listről, mely olyan embereket foglal magába, akik valamilyen közfeladatot látnak el, ezért pedig a kormánytól kapnak fizetést. A hercegnőt királyi élősködőnek és két eset titulálták a képviselők, 1978. áprilisára Margitról úgy vélekedett a közvélemény, hogy 10-ből 7 ember szerint tönkretette a királyi családról kialakított képet. 1978. májusában a hercegnőnél nélgasztroentaditiszt, vagy más néven diagnosztizáltak, valamint alkoholhepatitis, utóbbi a máj megbetegedése, mely masszív mennyiségű alkohol elfogyasztása után alakul ki. A pácienseknek általában minimum 10 éves történetük van a nagy mennyiségű alkoholfogyasztással, magyarul gyakorlatilag az alkoholisták betegsége döntő többségben. Mindettől függetlenül hevesen tagadták, hogy Margit Hercegnő alkoholista lenne, noha a 20 évei elején a napirendje úgy nézett ki, hogy reggel 9-kor az ágyban reggelizik, melyet két órányi rádióhallgatás és újságolvasás követ láncduhányzással egybekötve, 11-kor megfürdik a szobalány által előkészített fürdőben, majd egy óra habfürdőzés, utána felöltözés, smink és fordrász után, 12-30-kor megjelenik a földszinten egy vodkáért, egykor pedig az anyakirálynével költi el a négyfogásos ebédjét, melyhez személyenként fél üveg borduk el. Ez csak a Craig Brown által jelentett délelőtt, a délutánról nem szól a fáma, és ekkor az éjszaka még el sem kezdődött. 1978. július 11-én a párvállását véglegesítették, ami 1901 óta az első vállás volt a brit királyi család szennyi tagjai körében. Egyesek szerint Margitnak ez a legidőtállabb hagyatéka, ugyanis kikövezte az utat a következő generáció előtt, és a publikum szemében is elfogadhatóbbá tette a királyi vállásokat, nem utolsó sorban fejfájást és annusz horribiliszt okozva a nővérének 1992-ben, amikor annak négy gyermekéből három jelezte a vállási igényét. Madrid hercegnő magánélete szomorúnak és tragikusnak mondható, azonban a közszolgálatára is rányomták a személyes problémái a bélyegüket. A korábban szű, csípős nyelvű, humoros és mindig a társaság középpontjában álló hercegnő idővel inkább grombává és bunkóvá vált, akinek a be- és visszaszólásai nem voltak sem viccesek, sem elfogadhatóak, sokkal inkább a gonoszság belőle sokszor. Nem ő volt egyébként az egyetlen királyi családtag, akinek éles nyelve volt, sok Fülöp Herceg is számtalan botrányt okozott a meggondolatlan beszólásaival, vagy a nokahuga, Anna Hercegnő is híresen szarkasztikus, ám azért valamelyest megmaradtak a jó ízlés és vagy a fekete humor határain belül, ami Margittról, főleg ahogy haladt előde az idő, nem volt elmondható. minden mindeközben rengeteg állami kötelezettségnek tett eleget, ugyanis a nővéletlen odalépésekor államtanácsossá is kijelölték, azonban az 1953-as Regency Act alapján noha alapvetően, ha a királynővel történt volna valami, míg a gyermekei kiskorúak, ő lett volna régás, ezt megváltoztatták, és Fülöp herceget jelölték ki erre a posztra. Az államtanácsosok, Council of State, a tronutódlásban az első öt személy, akik már betöltötték a 18. életévüket, és az uralkodók képviseletében járhatnak el, amennyiben az bármilyen okból kifolyólag nem tud megjelenni egy eseményen, és egy kis érdekessége jelenre vetítve, heri távozásával a hercegnőt is felkérte Károly még tavaly össze. Visszatérve Margitra, talán az egyik legnépszerűbb történet a elől egy vacsora esett meg, ahol a szupermodellt Vigi mellé ültették, akit több órán keresztül levegőnek nézett, majd hirtelen odafordult hozzá, és megkérdezte, hogy Isten, ki vagy? Leslie Hornby vagyok, asszonyom, de az emberek csak Twignek hívnak, válaszolta a manöken, míg a hercegnő csak annyit szólt oda, hogy milyen sajnálatos. Olvastam arról, hogy volt, amikor azon közt a nyelvét, hogy a mem, vagyis asszonyom szót nem mindenki az ő szájíza szerint ejti, és ahogyan egyébként a saját barátaival is hívatta magát. Találtam egy könyvet, melynek címe Mom Darling, 99 Glimpses of Princess Margaret, ami főszöveg alapján egy egészen negatív képet fest róla, szóval ha sikerül elolvasnom, akkor lehet, hogy egy másik videóban feldolgozom Margit nő sötét oldalát is. Miután 1979. augusztusában Dickie Mountbatten az idamerényletének áldozata lett, az év októberében Margit az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott egy állami túrán, ahol egy Chicagói vacsoda polgármester és egy újságíró mellé ültették, azt mondta nekik, hogy a királyi családot mélyen megérintették a részvétnyilvánítások, azonban másnap a jelenlévő újságírói rivális olyan cikket jelentetett meg, melyben azt állította, hogy a hercegnő disznoknak nevezte az ideket a élet miatt, amit minden jelenlévő tagadott, Azonban a baj már megtörtént, és heves tiltakozásokat váltott ki a túda többi részén, olyannyira, hogy Madrid több fenyegetést is kapott, és meg kellett duplázni a védelmét. A királyi család ugyanakkor híres arról, hogy összességében több száz jótékonysági szervezetet is támogat. Madrid hercegnő leginkább jóléti, zenei és balettel kapcsolatos ügyek mögé járt be. Továbbá a gyerekekkel kapcsolatos szervezeteket is segítette. Ettől függetlenül a bizonyos időközönként heves kritika érte, hogy közel sem dolgozik annyit, mint a királyi család más tagjai. Margit hercegnő élete alkonyán több betegséggel és korláttal is küzdött. Egyes források szerint a korai, más források szerint a késői tinédzser éveiben kezdett el dohányozni, ami később lánc dohányzással súlyosbodott, a 70-es években volt egy idegösszeomlása, később pedig depresszióval is kezelték, de a migrén, a hörkhodott és a visszatérő gégegyulladás sem került el. 1985. január 5-én eltávolították a bal tüdőjei részét, ami erős párhuzamot vont az édesapja, 6. György 34 évvel korábbi operációjával, majd 1991-ben abba hagyta a dohányzást, no ettől függetlenül még mindig sok alkoholt fogyasztott. 93-ban tüdőgyulladással kezelték, 98-ban pedig enyhe lefolyású sztrókot kapott a Mystic szigetén álló villájában. 99-ben egy fürdőszobai balesetben a lábát több égési sérülés érte, mely később nagyban korlátozta a mozgásában, és vagy segítséggel, vagy alkalmanként kerekesszékkel tudott csak közlekedni ennek folyamányaként. 2001. januárjában kórházi ápolást asztodult étványtalanság és nyelési nehézségek miatt, Márciusban pedig további agyvérzések miatt részben lebénult a baloldala, és a látása is károsodott. Ennek ellenére 2001. augusztusában részt vett az édesanyja, az anyakirályné 101. születésnapjának ünnepségén, és néhány hónappal később, decemberben, Alice Glaster hercegnéjének 100. születésnapján. Margit hercegnő 2002. február 9-én hajnalban, álmában hunyt el a King Edward VII. hospitalban, 71 évesen, három nappal az édesapja halálának 50. évfordulója után, miután az azt megelőző nap ismét agyvezése volt, amit szív követtek. A temetését 2002. február 15-én 6. győz temetésének 50. évfordulóján tartották, valamint a hercegnőkérésének megfelelően a vinzott kastélyban lévő Szent György kápolnában, privát szertartás keretében búcsúztatták. A királyi családban a koporsós temetés a megszokott, azonban Margit Hercegnél földi maradványait elhamvasztották, szintén a saját kérésének megfelelően, és idéglenesen a királyi kriptában helyezték el, angolul a Royal Vault of St. George's Chapel, Mielőtt a King George the Sixth Memorial Chapelbe vitték volna a Margit után 7 hét héttel elhúnyt anyakirályné temetése után. Itt felvetődhet a kérdés, hogy miért kérte a hanvasztást. Nos, azért, mert a 6. György Kápolnában egyszerűen nem lett volna hely, hogy mind a négyük koporsója elférjen, így egy ilyen kompromisszummal lehetett kivitelezni, hogy ők négyen újra együtt legyenek egy nap, ami végül 2022. szeptember 19-én jött el, amikor a nővére Lilibet, vagyis második Erzsébet koporsóját is végső helyére helyezték. Margit hercegnő akkor a legnagyobb lázadója volt a királyi családban, illetve sokan végtelenül a sznobnak is titulálják, aki állítólag a saját nagyanyját, Mária királynét is lenézte, csak mert az nem királyi hercegnőnek született. Erre a lenézésre egyébként nincsenek utalások vagy kézzelfogható bizonyítékok egyetlen levelezésben sem, mely köztük zajlott, noha közben arról is találtam cikket, hogy nem csak a nagyanyját, de az anyját is lenézte a származása miatt, aki csak egy skót gróf sokadik lánya volt, mire az anyakirályné annyit reagált, hogy már egészen megszokta. Ha ez igaz, akkor viszont végtelenül szomorú ügy, Ám ugyanakkor remek példával is szolgál, hogy nem minden a származás és a vér, lásd a királyi hercegnőnek született és botrányos életet élő Margitot. Margit és nővére II. Erzsébet királynő remek kapcsolatot ápoltak, Egyszer a hercegnő azt mondta, hogy egész életükben mindössze két alkalommal vitatkoztak csak komolyabban, valamint közvetlen telefonvonalok volt a Buckingham palota és a Kensington palota között, melyen naponta tudtak beszélni egymással. Lady Glencanner Margit Udvar hölgye szerint, aki egyébként az égési sérüléssel járó balesete után egyedül ápolta, úgy nyilatkozott, hogy a hercegnő elkötelezett és rendkívüli támogatója volt a királynőnek, a személyes véleményem szerint pedig pont ez az a részlet, mely miatt Margit bármit tett, megbocsájtották neki. Ugyanis a személyes botánya én felül a királynőt, vagy más dokonát soha nem alázta meg a sajtóban, és soha nem beszélt arról, hogy a monarchiának hol vannak a gyenge pontjai, addig pedig végképp nem merészkedett el, hogy bármilyen bizalmas jellegű információt kitelegessen. ellenben mélységesen megvetette azokat, akik ezt megtették. Így például Szere ferguson Anders Herceg volt feleségét, vagy a Hercegnét is, ez pedig nem volt est közölni ezekkel az emberekkel, ellentétben a szinte mindig diplomatikus királynővel. Udvad és egyik legközelebbi bizalmasa, Lady Anne Glencanner életrajza, az udvarhölgy egy nem mindennapi élet a árnyékában magyarul is olvasható, és a videó publikálásakor aktuális Kamilla Királyné könyvklubjának 11. szezonjában is az egyik kiválasztott olvasmány. Margit Hercegnő életében divatikonnak számított, a stílusát pedig The Margaret Luke-nak kezdték hívni, aki a nővére hagyománykövető, és sokszor kicsi unalmas ruhadarabjaival ellentétben minden alkalommal az aktuális divatot követő öltözetben jelent meg, sikes és elragadó kiegészítőkkel párosítva a ruháit. Az egyik kedvenc divat tervezője Christian Dior volt, akivel idővel közeli barátságot ápolt, és egész életében hordta a róla elnevezett divatház ruháit. Dior a hercegnő 21. születésnapjára egy krémszínű ruhát tervezett, melyet később a divat történelem egyik ikonikus pillanataként kezdtek jellemezni. A hercegnő késői éveiben sem volt hajlandó feladni a sikkes megjelenését, valamint idővel az ikonikus kalapjai és fejdíszei is bevonultak a divat 2007. áprilisában a Kensington palotában Princess Line, The Fashion Legacy of Princess Margaret címmel nyert egy kiállítás, ahol a Margit hercegnő stílusa ihlette, de modern darabokat mutattak be a brit divattervezőktől, Többek között Vivian Westwood is tervezett ruhát erre az alkalomra. Christopher Bailey 2006 tavaszi kollekcióját a Burberry számára a hercegnő 60-as évekbeli stílusa inspirálta. Ha a királyi család tagjairól és a 20. század második felében történt eseményekről van szó, gyakran érkezik kérdés a korona című sorozat kapcsán, hogy így vagy úgy történtek-e bizonyos dolgok. Az első évad összefoglalója már elérhető a csatornán, és a többit is tervezem feldolgozni, Azonban a sorozat tekintetében találtam egy olyan információt, hogy a harmadik és 4. évadban a Margit hercegnőt alakító Helena Bonham Carter színésznő magával a hercegnővel beszélte meg a sorozatban alakított karakterét, mégpedig egy médiumon keresztül. Bonham Carter ezt azzal magyarázta, hogy ha valós személyt alakít, akkor dödölne a karaktere valós verziójától érkező elfogadásnak vagy áldásnak, amit Margittól meg is kapott. Megkérdezte tőle, hogy elfogadhatónak tartja-e, hogy eljátsza őt, mire Margit azt felelte, hogy Bonham Carter jobb, mint a másik színésznő, akiben a sorozat készítői gondolkodtak. A másik színésznő személyét pedig nem fették fel. Nos, remélem Margit áldását adja erre a videóra is, noha azért van benne kritika, mert alapvetően igyekszem a videók alanyaihoz és az emberekhez általánosságban úgy hozzáállni, hogy nem csak a történteket, hanem a mögötte sokokat és érzelmeket is figyelembe veszem. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és ha érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Ezek nem csak nekem tali visszajelzések, hanem az algoritmusnak is egy jelzés, hogy több embernek is érdemes lehet megmutatni a videóimat és a csatornámat. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!